Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombóvári vállalkozókat az elmúlt években. Az adónemek bevezetéséről, beruházásokról a fejük fölött döntöttek. Ezzel indokolták a Dombóvári Vállalkozó Egyesület tagjai és vezetése megalakulásuk létjogosultságát. A város vezetésben beállt, tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a városban megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket és fejleszték a várost, mondta az alakuló ülésen Papp Zoltán elnök. Ha megkérdeznek tőlünk valamit, akkor mi tudjuk képviselni a vállalkozói réteget, el tudjuk mondani aznak az álláspontját, és ezzel úgy gondoljuk, pozitív irányba tudjuk befolyásolni a városi döntéseket és határozatokat. A legsürgősebb munka, hogy ez a számunkra az Egyesület tartalmasan kezdje a tevékenységét, megfelelő darabszámmal indulunk, tehát itt olyan tagok vannak, akik hosszú évtizedek óta dombóvári születésűek, Dombóváron vállalkoznak, vállalkoztak és fognak vállalkozni, és hát őket szeretnénk elsősorban helyzetbe hozni, és adott esetben ez a vállalkozói kör bővíthető, annak a bővülésével még egy szélesebb réteget hozzánk be, és tennénk a dolgunkat. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere a megbeszélésen azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra. Sok mindennel segítik is a helyi vállalkozókat, tette hozzá Pintér Szilárd. Ez egy örömteli hír, ami megtörtént Dombaváron. Tavalyi választások után a vállalkozók levegőt jutottak, és elkezdtek önálló életet élni, és megpróbálkozunk egy olyan párbeszéd, mert már rég meg lett volna az ideje. Hiszen ebben a városban élünk, itt töltjük a mindennapjainkat, és legyünk őszinték, az ők adóforintjaiból tudjuk üzemeltetni ezt a várost, azonban mindenféle információt megérdemelnek, amelyet tudjuk segíteni az ő munkájukat. Az elkövetkező időszakban több nagy beruházás elé néz Dombóvár, de én azt gondolom, nem ezekről szeretnék elsősorban beszélni, hiszen ezek még valahol néhány év múlva válnak csak valóra. Ennél sokkal fontosabb, hogy 2018-ban a Tüskei Ipari Park cím elnyerésért megtett minden Dombóvár is meg is nyerték a címet. Ez a terület pillanatnyilag még infrastruktúrális fejlesztés előtt áll. Ezzel kapcsolatosan a pályázat elkészült, megítélésem szerint a közeljövőben ez pozitív elbírás alá fog esni. Több mint 300 millió forintért tudunk infrastruktúrát fejleszteni. Ez azt gondolom nem csak azoknak jelent majd nagy előrelépést, akik ott vannak, hanem ezzel új vállalkozásokat is tudunk Dombóvárra hozni. De legnagyobb volumen, és nyilván nem a legnagyobb összegében, hanem az első nagy léptékű beruházás az Amentállomás lesz Dombóváron a kórház területén. Ez egy régi ígérete már a kormányzatnak, és jövő évben ez valóra fog válni. Ma sikerült elkészíteni kormányzati erőterjesztésre azt az anyagot, hogy a térségi sport és szabadidő centrumra biztosít forrást, illetve úgy biztosít forrást, hogy a tervezés költségeire tudunk forrást, illetve közbeszerzés lebonyolítására. Ez is több mint 200 millió forint. Nagy valószínűséggel és jövő héten egy kormányrendeletben meg fog jelenni. Úgyhogy egy picit én előre mentem az idővel, de bizakodok, hogy ez tényleg így fog történni. Az alakuló ülésen Sűri János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki a paksi atomerőmű bővítés kapcsán felmerülő lehetőségekről beszélt. Kifejtette, jövő szeptemberben kapják meg az engedélyt a főépület megépítésére, de több mint 80 épületet kell addig is létrehozniuk. Ezek zöme acélszerkezetű létesítmény, és mivel Dombóváron hagyománya van az acéliparnak, szerkezetépítésnek, így a munkában a dombóvári vállalkozók is ki tudják venni a részüket. A tendereket az orosz fél írja ki. A fővállalkozó felel tulajdonképpen mindenért, de neki is az a célja, hogy a 40% magyar beszállítás arányba, ott minél több magyar vállalkozót vonjon be ezen épületek építésébe, akkor szerez tapasztalatot, kialakíthat közös céget a magyar cégekkel, és akkor így hosszú távon is együtt tudnak működni, mert közel 10 évig fog tartani az építkezés, tehát legjobb esetben is
10 éves munkára lehet számítani, aki most fölveszi a kapcsolatot és be tud kerülni. Ez csak egy dolog kell, hogy megfelelő színvonalú jó munkára képes vállalkozás legyen. Zsűri János hozzátette, jelenleg is keresik a magyar cégeket különböző munkákra. Útépítőtől a kőművesig, a szerelő, csőszerelő, gátsálványozói, villamos irányítás technikai szerelő, üzembehelyező, tehát tulajdonképpen a építőipar, a szerelőipar, a szakiparnak minden része, hisz itt több millió köbméter betont kell bedolgozni, utána helységeket, egy részét ugye dekontaminálható bevonatokkal, festékkel össze kell szerelni. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, maga is dombóvári. Beszédében is azt emelte ki, milyen nagy mérföldkő a település életében a Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulása, és az, hogy a városvezetés támogatását is élvezik. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, az önkormányzat közvetítői szerepét emelte ki. A dombóvári vállalkozókat is igyekeznek segíteni az információk átadásával. Felelősséget érzek a szülőhelyem és a lakóhelyem jövőjével kapcsolatban. Ezért örülök annak, hogy megalakult ez a vállalkozói csoport, aki kitűzte a zászlajára a Dombóvár jövőjének, és nyilván elsősorban gazdasági jövőjének javítását, jobbítását és sikereit. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen köztudott Dombóváron egy alapjába véve vett vasutasváros, ahol a hajdani vasutasság leszármazottai, rokonai, és természetesen a leányválti rendszer akkori képzett munkaerő utódai képzik a lakosság nagy részét, és ezekkel az emberekkel kell valamit kezdeni, mert azért jelen állás szerint Tolna megyében nem Dombóvár a legsikeresebb város. Én azt gondolom, hogy akik itt voltak, akik itt szerepet játszanak, azok a vállalkozók, politikusok, társadalmi és közéleti személyiségek mind azt vállalták, hogy Dombóvár érdekében fognak működni. A megye részéről, mint megyei elnök, azt tudom elmondani, hogy a Tolna megyei közgyűlés is ugyanolyan lelkesedéssel támogat minden jó dombóvári döntést, mint bármely mást a megyébe, de most különös tekintettel fogunk figyelni a dombóvári lehetőségekre és a fejlesztési források ide irányítására. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke, az önkormányzat közvetítői szerepét emelte ki. A dombóvári vállalkozókat is igyekeznek segíteni az információk átadásával. Mi bejártuk az egész megyét, minden településen voltunk, így a Dombóvár környéki településeken is, és megfogalmazódott a Dombóvár környéki települések vezetői és lakosai részéről az az igény, hogy ők is szeretnének haszonélvezői lenni a paksi beruházásnak. És én Paksról jövök, én ott élek, és tudom, hogy Paks is nyitott olyan szempontból, hogy nem csak a paksiak, hát ez egy nagy feladat, tehát minél több szereplőt be kell vonni ebbe a beruházásba, úgyhogy a mi feladatunk igazából a két félnek az összekapcsolása, az igényeknek az átlátása, és hát amikor kommunikáció van, meg szervezésben kell segíteni a vállalkozókat. A duális képzés megörülsödésében bízik Dömötör Csaba, a Tolna megyei Szakképzési Centrum kancellárja. Én azt gondolom, hogy a szakképzésnek egy alapvetése van. A helyi vállalkozók nélkül nem működik, és ez a mai vállalkozói egyesület létrejötte. Ez tulajdonképpen nekünk arra ad, és azt várom, hogy arra ad egy garanciát, hogy még a jelenleginél is jelentősebben meg tud erősödni a duális képzés Dombóváron. Ezt várom, ezt szeretném, és én azt gondolom, hogy a helyi vállalkozók erre nyitottak is. Helyi szinten a helyi igényeket kell a helyi iskoláknak is kielégíteni. Ebben a Tolna megyei szakképzési centrumnak itt kettő iskolája van Dombóváron, az Apácai, illetve az Eszterházi iskolák. A vállalkozóknál ugye megjelenhetnek igények, nyilván őnekik képzett munkaerőre van szükség, a mi feladatunk pedig az, hogy ennek eleget tegyünk. Tehát itt csatlakozik be az igényeknél a vállalkozói igény,
és a lehetőség. A másik pedig, hogy duális képzési partnereket keresünk folyamatosan, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy akiket kibocsátunk, tanulókat, ők minden esetben ne elméleti szakemberek legyenek, hanem gyakorlati szakemberek legyenek, ami mindenki számára nagyon fontos, ebben viszont támaszkodnunk kell, és lehet a vállalkozókra, akik számunkra ebben így tudnak partnerek lenni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület alakuló ülését követően egy zárt ülés követett, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek.